Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy a hóban hogyan viselkednek az állatok. Tartsatok velem! Itt vannak a tyúkok, úgy csinálnak, mintha nem is lenne hó, eszik a poliester dobozt, bedobtam oda egy kicsi szénát nekik, azt is ott az egyik tapossa, itt vannak közben a gyöngyik, le van vágva az egyik szárnyuk, hogy ne repüljenek ki, és a többi ott van a ketrecbe. A kacsáknál és a galamboknál teljesen megszokott minden, hiszen van fent nájlon és drótháló, emiatt nem tud reesni a hó. De ha lenne hó, akkor is itt a kacsáknál tiszta sár lenne, nem lenne abszolút hó. Itt a fácánoknál és a liliknél teljesen megszokott minden. Itt vannak a ketrecbe. És a fácánok itt kint vannak. Szokás szerint keresik a kijáratot. Nagyon szépen kifejlődött a fácánkakas. És tavaszra reméljük, hogy a tojónak is lesznek tojásai, és persze ki is költi őket. El vannak engedve a kutyák is, járják meg magukat, hiszen hó van és hideg. Nagyon szeretnek játszani, futkározni, közben keresik itt a kert mellett a kijáratot, hogy hol tudnak kiválni. Hiszen vagy átugorják elől, vagy kiválják itt hátul. Tomi! Ő itt bundás, és ő pedig Tomi. Őt a menhelyről választottuk. A nyusziknál is teljesen megszokott minden, mivel, hogy ők ketrecben vannak, és bent nincs hó. Itt vagyunk a volt kecskepajtába, itt is teljesen megszokott a helyzet. Egy a hónap múlva, ha minden igaz, kell legyen itt ennek kis nyuszi. Közben itt van a kedvenc nyuszikám is, a kis félszemű, semmilyen faj. Ő nagyon játékos, és ő mindenkinek a kedvence. Most már megmutatom a német kosokat is, de itt sem változott semmi. Van egy szép új kakas, amit külön meg szeretnék mutatni. Mamától kaptuk a tegnap, és biztosan meg fogjuk tartani. Hiszen olyan, mint a kendermagos, pirosba, vagy nem tudom, de nagyon különleges. Nincsen gagyája, de viszont attól még nagyon szép. És persze nagyon szelíd. Itt vannak a kecskék, ők csak egy órácskát lesznek kint, épp hogy járják meg magukat, és szívjanak egy kis friss levegőt. Ha nem engedjük ki őket sokáig, akkor még mozognak, és nem fáznak. De hogyha kint hagyjuk őket 2-3 órát, akkor már kijárkálják magukat, és csak fázni fognak. Cigi, 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 cigi! Most már nagyjából az egész megszelidült. Az újak még nem annyira, mint például Zizi vagy Gazsi. De viszont ők is nagyon szelidek. Még mindig megvan a két cáp. Itt az egyik. És itt van a másik.
De viszont őt el fogjuk adni. Ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a legújabb videómról sem. Sziasztok! Még mindig megvan a két berbécs.